ez a workshop nekem, mint egy késein állsz út, adott hat vőlegény és a zenekar a mennyasszony. És hát sok időbe telt, mire ezt a késői nászutat végre megszerveztük. Mondjuk előtte utazgattunk erre-arra. De hát ez is olyan, mint a töltött káposzta, azért fel lehet melegíteni. És ha így nézzük, akkor ez egy sokadik nászút, de egy nagyon fontos nászút. Úgyhogy ilyen az ifjú pár. Szerintem ebből majd összevágsz egy jót, mert ez így egyben így nem jó. Ő játssza, mindent a billentyű játszik. Most is így van. Jó. Csak nincs, tudod. Ez elég volt a fütyülika. Tegnap rájöttem, hogy hiába nem lett még CD-re se lehet minden. Tehát, hogyha itt vagyunk, akkor nem tudom annyiszor eljátszani, hogy ne érezzem azt, hogyha először játsszuk közösen, akkor az a ilyen kényszer képzetem, hogy nem érek oda az elejére. De az csak te odaérsz. Az odaérek. Nem pedig odaérsz. Hát ez és az, az csak úgy lehet jól csinálni, ha előtte gyakorlok. Ha odaérsz. Egyébként látod, hogyha gyakorlok, az után jön ez az érzés. És ha még többet gyakorlok, akkor is ez az érzés jön. A gyakorlás a tudás édesanyja. A tudás anyukája. Én úgy érzem itt magam, mint egy bója a tengerben, ami le van láncolva. Szép. Nem tud, és nem is akar onnan elmenni sehova. És tényleg a kapun se tettem ki a lábamat. Tökéletesen el lehet vonulni a világ zajától minden. Ezt tökéletesen megértem. Annyira jó, hogy Meli talált ezt a helyet, hogy végre mi is tudunk találkozni, mert az elmúlt két évben úgy tűnik, hogy a világ, mintha nem engedte volna meg nekünk azt, hogy találkozzunk. És jól kitoltunk vele, mert hogy összezártuk magunkat, igaz? Igen, igen. Rendezzük a sorokat. Így van. Nagyon fontos dolgokat beszéltünk át. Nagyon remek volt itt. Érdekes volt turkálni egymás agyában. Az igen. Néha kicsit elgondolkoztató vagy feszült, de mindig volt kiút, hogyha valami nagyon beállt volna egy ilyen furcsa, meghatározatlan görcsbe, akkor jött utána egy feloldás, úgyhogy csodálatos napok voltak ezek, és nagyon várom, hogy ismét együtt zenéljünk. Ja. Rengeteget zenéltünk is. Majd így tovább. Így tovább.